Hallottál már a részfaszú bagolyról? A részfaszú bagoly nem más, mint a mumus a magyar folklórban. A kis Petike nem hajlandó aludni menni 8-kor. Zsuzsi nem eszi meg a borsó főzeléket. Akkor jön egy részfaszú bagoly, és elviszi őket. A kifejezést gyermekek ijesztgetésére használjuk. Amikor valami rosszat csinálnak, vagy ha rá akarjuk bírni őket valamire. Ez az egyik legrégebbi, szülők által használt megfélemlítési taktika. Magyar gyermekként, rémálmaidban nem félelmetes szörnyetegek, szőrös békák és zombi hangyák jelennének meg, hanem egy éjszakai madár fémdoronggal. Hogy miért pont bagoly? És miért éppen a nemi szervéről nevezetes? Spirituális és metafizikai értelemben a réz a belső igazságot feltáró fém. A bagoly a bölcsesség, az intuíció és a tudás szimbóluma. Ami a sasa nappaloknak, az a bagoly az éjszakáknak. Látják azt is, amit mások nem. Így ezen fallikus fenyegetés a fenyegető félelmeinek vagy frusztrációinak rituális projekciójaként értelmezhető. Néztél-e már szembe a részfaszú bagollyal?